Bő a kínálat a magyar kanizsai virágpiacon. Az árusok szerint az idei viszontagságok miatt kérdéses volt lesz a virág az ünnepekre. A keresletre viszont nincs panasz. Egy része megégett, egy része elaludt. Van most, ami most kezd nyílni. Tehát most ért észhez ebbe az időszakba. Annyi marad. Hála jó Istennek, én nekem ennyi van, amennyi itt van, amit látszik. Mi a virágkínálat most, mennyi pénzért? Hát most például van olyan, hogy szálas virág, van csokros. A csokros 300 dinár. A szálasabból van 100-as, 120-as. A virágárak magasabb eladási költséget kívánnak, hiszen a termelés nagyobb ráfordítást igényel. Magasabbnak kellene, hogy valamennyivel hol legyen, mert ez nem nagyon fedezi a munkát és a vegyszereket. Látom, hogy ikebanákat is árul. Ezeket milyen árban és mennyire keresik az emberek? Hát ezeket jobban keresik manapság. Nem kell annyit vele foglalkozni, 500-tól 1500-2000, attól függ, hogy a virág nagyságától és a fajtájától függően. Mécsesekből és virágkoszorúkból szintén akadt választék. A kínált áraktól magasabb összeget is adnának érte a vásárlók. Vannak mécses betéteink 150 dinártól fölfelé, műanyag mécsesek, amik olyan 10 napig világítanak 400 dináros áron, vagy a hagyományos üvegmécsesek 100, 350 dinár, 450 dinár, és így tovább egészen 800 dinárig. És ezt hogy gondolja, sok vagy kevés a virágárak most itt a piacon? Hát alapjában véve elfogadható. Hát ez egyikben egyszerűen az ember ilyenkor nem sajnálja a pénzt érte. A polgárok a mécseseket és a koszorúkat a temető kapunál is megvásárolhatják majd, hiszen az árusok egész hétvégén ott lesznek.